Estök jó reggelt. Good morning. Elővehetitek a bibliátokat, János evangéliumához odalaposztok addig. Uh, go to the Gospel of John in your Bibles. És csak szeretnék néhány dolgot egy dolgot elmondani néhány And szóban. I would like to share about one thing just in a few words. Nagyszerű hír, hogy napokon belül megnyílik a kávézónk. The great news is that our coffee shop will be opening yeah, yeah, in a yeah. few days. De igazán magatokat tapsoltátok meg, ezt tudjátok. But you know that you just clapped for yourself essentially. Mert, mert, köszönöm, köszönjük mindenféle támogatásotokat. Because we want to thank you for all kinds of help that you have given. Imáitokat, your meg prayers, azt, hogy kitartottatok. Your persistence in going without the coffee shop. És, és továbbra is kérünk még imákat. And please continue praying for this. Ez, ez a kávézó sokkal több lesz, mint egy kávézó. This because our aim is for this to be much more than A simple coffee shop. And not just because uh, it will also be a restaurant of sorts, hanem, hanem but because there is a purpose with all this. Az egyik az, hogy a egy jó One is uh, for people in our church to have a good place to come and have coffee at. És amint ott egy nagy tér, a alatt is. And as soon as it will be open, this will also serve as a place to have fellowship. At during the Bible studies. Lesz lesz, uh, so there will be coffee during the breaks between the services.

And this has been our plan for many years. Uh, it has been through uh, uh, a few steps, a few levels. And we are so thankful that we get to be the ones who reap this. Szóval, ezért, és so please continue praying for this, and we are very excited about this. Így van, tehát megvan a János evangéliuma. So the of John, has found it. De azért mondalam, hogy használjátok a, az alkalmazást is, amit le lehet tölteni a telefonra. Uh, but you are also uh, free to download our app uh, onto your phone and follow along there. Ott ott megtaláljátok a jegyzeteimnek is néhány pontját. You can find uh, the main points of my notes there. És és ott vannak az igeversek, kissédev nem the kell lapozgatni de oda. The verses that we will be looking at. So then if you use that, you don't have to To, uh, the pages. Őszintén ez az amit legjobban nem szeretek egy biblia órába And by the way, this is what I uh, dislike about a Bible study. Amikor nem találom az Ige verset. When I cannot find the Bible verse. és mivel <coughs> odaér, mert tök másra van szó. And by the time I locate it, the teacher is talking about something completely different. Na ebben is segít az alkalmazás. So this is where the app comes in handy. Szóval itt vagyunk, és egy újabb érdekes rész lesz, 11. részhez lapozzatok. So we are, and uh, we are looking at another interesting passage in uh, chapter eleven. Nézzük azt, hogy milyen Jézus. We are studying what Jesus is like. Mondhatnám, hogy az egyik legdurvább tényt fogjuk róla olvasni ma. About him. Múltkor arról beszéltem, hogy, hogy halljunk meg magunknak minden nap, hogy életünk legyen. Last week I talked about how we need to die to ourselves every day in order to truly have life. Ma, ma arról fogok beszélni, hogy néha meg kell halnunk másoknak, hogy ő nekik életük legyen. Today I'm going to talk about how sometimes we have to die for others in order that they might have life. Isten nagyon sokféleképpen munkálkodik, és ez is az egyik mód, ahogy munkálkodik. God works in various ways, and this is only one of the many ways in which he works. És, és ez, a, ez a bizalmunknak a megvizsgálása is. And this also has to do with examining our trust. Hogyha, ha gondolkozunk azon, hogy milyen Jézus, Jézus ilyen is. Uh, so when we think about what Jesus is like, this is also a part of his character. Meg fogja próbálni a te hitedet. He is going to try your faith. Mennyire nem bírom ezt? And I really don't like that. Is but this is also Jesus. És lenni, ezzel kell. And if we desire to be healthy Christians, we have to expect this. Ha lenni, ezen át kell if we wish to be healthy Christians, this is something we have to pass through. That he tries wow. our faith. Olvasom a János Evangélium a 11. rész első három versét. Uh, we are reading in John chapter 11, the first three verses, please follow along in English. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, igen, így van, angolul köves, köszi Andi, teljesen jó. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával, az ő testvére lázár volt beteg. Nővérei megüzenték Jézusnak, uram, íme akit szeretsz, beteg. Mindenki ismeri ezt a történetet, igaz? Everybody knows this story, right? Elérkeztünk egy olyan történethez, ami a legerősebb bizonyíték annak, hogy Jézus élet és halál ura we have arrived at a story which is the strongest proof of the fact that Jesus is Lord of life and death. Bizonyítja itt, az egyik legerősebb történet, ami bizonyítja, hogy ő a messiás, föl fogja támasztani Lázárt, aki meg fog halni. This is one of the strongest stories where he proves that he is Messiah, because he's going to raise Lazarus up after he dies. Itt látunk három testvért, egyből itt az első pár versben. So within these few, uh, first few verses, we read about a group of siblings. Tudni kell róluk, hogy ők nagyon közel álltak Jézushoz. And what we need to know about them is that they were very close to Jesus. Tudták azt, hogy, hogy Jézus az elküldött messiás. They knew that Jesus was the Messiah who was to come. Ők, ők hittek benne. They believed tehát lelki szemszögből itt a kerókról beszélünk, a keresztények ők a sztoriban. So, um, spiritually they are the Christians in the story. A két nőtestvérről, hogyha szeretnél olvasni a Lukács 7-ben meg 10-ben,

And we don't know anything about Lazarus. Lázaro, annyit tudunk, ami itt van, hogy ő nagyon beteg. All we have ever, all we ever have about him is what we read here, that he was very sick at one point. És ugye nem árulok el nagy titkot, ő a story végére itt meg fog halni. And I'm not giving away a, too big of a secret if I tell you that at the end of the story here he dies. Tehát, de ez még néhány nap. But that will be a few days after this. In this situation that we just read, he's still sick and he's suffering. So it is in this situation that we meet these siblings. They had to have been very sick at this point. But they loved <|lo|> Jesus. hisznek a Messiásban. Tudják, hogy Jézus már meggyógyított egyszer egy 38 éve beteg asszonyt. They know that Jesus had previously healed a woman who had been sick, Embert, sick. A man who had been sick for 38 years. Tudják, hogy látást adott olyan embereknek, akiknek soha nem volt. They know that he had given sight to people who never had it before. Pontosan tudják, hogy Jézus nagyon nagy dolgokra képes. They know full well that Jesus is able to do great things. Azzal is tisztában vannak, hogy Jézus szereti őket. És egy különleges helyen vannak a szívében. And Látod, nem is, mondják, hogy Jézus gyere és gyógyítsd meg. And you see, they don't even say, Jesus, you should come and heal him. Csak megüzenik, hogy Lázár beteg. The they send is, Lord is sick. Tudod, akit nagyon szeretsz, az beteg. Remember, mert, mert, gondolták, hogy Jézus azonnal rohan és megteszi, amit szeretnének. Like majd, majd, Jézus majd siet a barátjához, akit szeret, és, és azonnal meggyógyítja. Hiszen annyi olyan embert meggyógyított, aki igazából nem állt ilyen közel hozzá. Tényleg válogatás nélkül meggyógyította a betegeit. Aztán tudták, hogy Jézus távolról is tud gyógyítani. And they also knew that Jesus is able to heal from afar. Jézusnak nem kell valahol ott lenni, hogy meggyógyítson valakit. Elég ha, elég ha, oda gondol, bárhol is van, és az ember meg fog gyógyulni. enough think Uh, this and that wherever he was, the sick person would be healed. Tehát elég ha csak tud róla, hogy a, a szeretett barátja beteg. So in their opinion, it was enough for Jesus to know that his beloved friend is sick. Jézus, reméljük, hogy azt csinálod, amit mi szeretnénk. Basically, Jesus, we hope you will do what we would like you to do. Így, ugye? I, I pray this, this often. A nagy része <laughs> many of our prayers are like this Oh Lord, I would really like this and this, please. It is látod, Uram, amire hogy and that's what we see here. Basically, it is Lord, we hope you will do what we want you to do. Show us that you truly are who we know you are. And then verse 4. Jézus ezt ezt mm. ez vers, ez and this verse, verse 4, is very important. Tanít, is. Also, from the perspective of healthy teaching. Úgy, lehet, emelned, so, you might need to highlight this in some way. hanem Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Mondom máshogy. Uh, so I'm going to it. Ez a betegség This sickness Isten dicsőségét szolgálja. Megdicsőül az Isten fia általa. The son of God is going to be glorified through this sickness. És remélem, hogy így hallottátok, hogy mit mondtam. And I hope that you heard what I had said. És igen, ezt írja a Biblia. Because yes, that is what the Bible says. Van olyan betegség, amit Isten megenged, és az a dicsőségét szolgálja. There is a sickness which God allows, and it serves His glory. Mert mi a brutális, mi az egyik brutális káros tévtanítás? Because what is one of the most brutal, damaging false teachings? Az, hogy egy betegség, az nem lehet Isten engedélyével, mert Istentől nem lehet a betegség. It is when they say that no illness ever comes by the permission of God. Hallottátok God már? Not do such a thing. Have you heard that? Nem lehet összeegyeztetni Isten és a betegséget that God and sickness don't go together. Mert, mert Isten Jézus a betegségeinket is fölvitte a fára, akkor ez, ez nem lehet Istentől. Because it says that Jesus carried our weaknesses uh, to, onto the cross, and so uh, it cannot be that this is God's will. Ezt olvastuk, van olyan betegség, ami Isten dicsőségét szolgálja. But we just read here that there is a sickness, or it does happen that a sickness is for the glory of God. Hogy mondja melléktek, hogy én mennyire utálom ezt így? a magamévá tenni, átgondolni. And allow me to share with you how much I, I hate having to make this my own. Tudjátok, hogy miért? Do you know why? Az én fiam, az rákos volt, egy my, éves korában. My son, at the age of one, had cancer. Most, most él, He's alive now. Hatalmas srác. He's a big tall guy. Sokan azt gondolják, hogy azon a magasságon már levegő sincs, ahol ő. Many ő... people tend to think that at his height there isn't much air up there. És tisztában vagyok vele, hogy nem mindig így működik Isten. And I am although aware that God doesn't always work this way. De amikor ott voltam és egyéves volt. But when I was there with him when he was one. Ez nekem nagyon nehéz volt hallani. It was very difficult for me to hear this verse. Hogy a that God allows sickness uh, in order for it to serve for His glory. And there are other examples for this in the Bible. A, a levélben, a Pál maga erről. In 2 Corinthians, Paul himself talks about this. Azt mondja, hogy, hogy

And he says, I have prayed many times for it to leave, but it, it's still here. And he says that in response to all his prayers, all God gave him uh, was, uh, My grace is sufficient for you. This should be enough. Mert És így folytatódik, így folytatódik a vers, mert az én erőm, mondja az Úr, az erőtlenségen keresztül mutatkozik meg. Téves the so lenne in your weakness. azt mondani, hogy Isten nem használja a betegséget. So it's a mistake to say that God does not use sickness. Téves mondani, hogy Isten mindig a betegséget használja. But it's also wrong to say that God always uses sickness. De Isten néha használja, hogy megdicsőítse magát. But there are times when God uses sickness to glorify Himself. Itt engedte, hogy Lázár megbetegedjen, szenvedjen, és ugye nem, állul, nem árulok el nagy titkot, hogy meg is, bele is haljon ebbe. Here, and I'm not giving you away a secret, he allowed Lazarus to get sick, to suffer, and then also to die. Hogy megmutassa sokaknak, hogy ő élet és halál ura. And he allowed this so that he could show to many that he is Lord of life and death. Ötödik verstől. Uh, let's read on from verse five. Jézus szerette Mártát, ennek nőtestvérét és Lázárt. Ezt is jó, ha kiemelitek. It's also good to highlight verse five. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nagyon egyszerű dolgot látunk Jézusról. We read something very simple here about Jesus. Mivel szerette őket, because he loved them, he didn't do anything. Because he loved them, he didn't move. És csak számoljunk egy picit. So let's count. Tudjuk, hogy mire Jézus odaér, már négy napja van a, a sírban Lázár. Négy nap, igen, négy napja meghalt. Ha térképen nézed ezt az egészet, akkor rá fogsz jönni, hogy a Jézus és Lázár közti távolság az kettő darab nap. Uh, if you look on the map, uh, you will find out that uh, from where Jesus was, it, it would have taken about two days to get to where Lazarus was. Kicsit, kicsit kevesebb. A little less than two days. Sokak szerint meg lehet egy nap alatt is. Many say that this could be done in a day. De mondjuk, But let's count on the 12 disciples moving along. Én is gyorsabban mozogtam, amíg nem voltak gyerekeim. Tehát... I also used to move much faster before I had kids. <laughs> so mondjuk, hogy két nap. So let's say it took them took him two days. Szóval elindul Lázár beteg elindul a elindul az emberke. So Lazarus got sick and this person went. Eltelik két nap. and then two days go by Jesus receives the news from the messenger A, and then the messenger starts heading back Jesus waits for two more days and then the, the uh, traveling took him two more days on top of that. So it's important to know that by the time Jesus had received the news, Lazarus had died. Jesus knew exactly what he was doing he knew that he had to wait so we see a bunch of time go by and Jesus doesn't do a thing and I can imagine them waiting for him going where is he what's going on aren't you coming Jesus Nem don't you love us pedig, pedig olyan közel hozzá. but hát we are so close to you És érdekes, mert talán ők, én magamból indultam ki ebben a helyzetben. I I have to start from how I would react in this situation. Én azt hogy ha Jézusval így jóba vagyunk, mer én azt, hogy jóba vagyok Jézusssal. Uh, you know, we tend to think well if we're on good terms with Jesus and I I I think I am. Én azért közelebb állok hozzá mint mások. I am definitely closer to him than some other people. Ma mint a világ, nem mint ti. And I mean people in the world, not you guys. Az emberek akik még nem tértek meg, ahhozhoz képest közelebb vagyok. And compared to people who haven't Uh, uh, repented yet and gotten saved yet, I, I think I'm closer to him. Hogy gondolnád, hogy hát, hogyha már velem van valami gáz, akkor Jézus azonnal jön, aztán intézkedik. And you know, because of this, so I tend to think, well, if, if I need Jesus for something, he will come very fast and take care of things. Szeret engem, úgyhogy csak megcsinálja már. He loves me, right? So of course he's gonna do it. De látod, Jézusnak az atya már pontosan megadta az egész tervet. But you see, the Father had already given the whole plan to Jesus. Hogy mi fog történni? Of, of the plan of what was going to happen. Jézus pontosan tudja, hogy Isten sokkal nagyobbat akar mutatni, mint csak egy beteg meggyógyítását. Jesus knew full well that God wants to do something much greater than just the healing of a sick person. Mert, Jézus ez sokkal több, mint egy orvos. Because Jesus is much more than a doctor. He wants to show that He is Lord of life and death, that He is resurrection and life. De meg itt but let's remember something here Jézus vár, mert Jesus waited because He loved them. És ezt is meg kell and this is something we must learn as well. Isten mindent azért tesz, mert szeret. God does everything because he loves us. Nincs olyan, hogy valamit azért csinál, mert így mérges lett rád, és nem szeret. There is no such thing that God got mad at you for something and now he doesn't love you. Hiszen Jézus meghalt minden egyes hibámért, bűnömért, mindenért, ki van fizetve. Because Jesus died for all my sins, for all my faults, all my mistake. It has all been paid for. Istennek nincs miért haragudnia rám. and now god has no reason to be mad at me. Csinál, a vagyok, és azért csinálja, mert no matter what it is he does in my life, he's holding me in his hand and he's doing that thing because he loves me. Oh, is and it's hard to think, uh, to hear this. És mondani, Uram, kérlek, <laughs> már and sometimes é. we tend to say, lord, can you love me a little less? Tudod, hogy, tudom, hogy szerez, de ez már sok. i know that you love me, but this is becoming a little too much. Azok az emberek, akiket Jézus szeret. Azok továbbra is emberek. They are still Csak Jézuséi. But they belong to Jesus. And the fact that Jesus loves us is not going to protect us from the miseries of this life. It does not separate us from the difficulties of being human. Isten emberei, is továbbra emberek tényleg csak Istené. People of God are still people, except that they belong to God. És, és Isten nem abban mutatja meg a szeretetét elsősorban a világban, világnak, hogy minket nem ér semmi baj. And the way God reveals His love to this world is not primarily by uh, nothing bad ever happening to us. Amikor, amikor azt olvasjuk, hogy Jézus még két napig várt, az nem tűnik nagyon a szeretet jelének. When we read here that Jesus waited, stayed in that place for two more days, it doesn't sound very loving, does it? Ezért is van oda kiírva. János odaírja nekünk, hogy Jézus szerette őket. Which is why John made sure to also write down that Jesus loved them. Ezért nem ment. The, and that is why he didn't go. Fontos, hogy ki legyen hangsúlyozva nekünk. It's important to emphasize this, to have this emphasized for us. That he loved them, so he waited. He waited for Lazarus to die. Csak azért, mert Jézus megpróbálta a bizalmukat, az nem jelenti azt, hogy nem szereti őket. The fact that Jesus put their trust to a test does not mean that he didn't love them. And he doesn't always do it this way De rá, hogy a But you can count on the fact that at one point he is going to put your trust to a test. Hiszel, akkor is, fáj? Do you also believe when it really hurts? Do you also believe when it really hurts? Do, you believe when it's dangerous to do so? Meg fogja tenni. He is going to do that. De csak azért, mert megpróbálja a bizalmadat, ne gondolt, hogy ő nem szeret téged. But just because he puts your trust to a test, do not for a second think that he doesn't love you. Sőt, ő téged, ezért meg a and what more, he loves you, and that's exactly why he's doing it. And we must learn that very often God does not work when and how we want him to work. Uh, let's read on from verse 7. De azután így szólt a tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Megint képbe voltak. De ez egy természetes reakció, nem? In verse 12 we see the disciples really getting it, right? But it's a natural reaction. Nem, ó, oh, beteg, ha alszik, az jót fog tenni neki. Well, he's sick, so if he's sleeping, that, that will do him good. Persze, hát nem tudhatunk mindent, nem? Of course we can't know everything. Valaki tud, tudja, hogy éppen mi történik, az Jézus. who, the person who knows what's going on exactly at any given moment is Jesus. A tanítványok ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a halálról beszélt,

Nevertheless, let us go to him. One of the most shocking sentences ever spoken by Jesus. He died. And I'm glad I wasn't there. How are, what are we to make of this? But he says, So let's go now. Jezusok két nagyon fontos dolgot látunk itt. We see two very important things about Jesus here. Jézus mindig tökéletesen tudja, hogy éppen mi történik, még ha mi nem akuk. Jesus knows perfectly well what is going on at any given moment, even if we don't. Jézus egy pillanatra sem feletkezet meg Lázárról. Jesus did not forget about Lazarus even for one split second. Ő tökéletesen uralkodik ezen a helyzeten. He is is completely uh, ruling over this situation. És minden egyes percével ennek a helyzetnek célja van. And he has a purpose with every minute of this situation. Meanwhile, back at Lazarus and his family's house, they don't know what's going on and they don't understand why. Lazarus did not get better, he kept getting worse, and then he died. És látod, Jézus mégis várt, nem, nem indult. But you see, Jesus still waited. He did not go. Jézusnak várnia kellett. Jesus had to wait. Még azután is, hogy Lázár tudta, hogy Lázár meghalt, abban a pillanatban, amikor megkapta az üzenetet Jézus. A zsidó ö, hagyományban van egy ilyen, hogy azt gondolták, hogy három napig még a, a halott lelke a sír körül kering. in the Jewish tradition they believe that uh, um, the spirit of the deceased person is still around for another three days hogy miért várt Jézus négy napig. so if you ask why Jesus waited for four days A válasz az ez, this is the answer hogy el, meg hogy még felé he wanted all religious and human Possibility of Lazarus coming back to life to be completely gone. Jesus here didn't say that it would be easy when he is working. Jesus never said that it will be comfortable when he works. Egy másik fordításban egyébként ugyanezt az igerést úgy olvasott, hogy hogy ez hasznos nektek, hogy higgyetek. In another translation, uh, at this same verse, it says it is useful. This is useful for you in order that you may believe. Jézus nem mondta, hogy kellemes lesz, azt mondta, hogy hasznos lesz. So Jesus never said it will be pleasant, but he did say it will be useful oh, to us. Mennyire nehéz ezt hallgatni, nem? It is hard to listen to this. It? Higgyetek, el, ugyanolyan nehéz beszélni róla. me it's just as hard to talk about it when Jesus says it won't be pleasant but it's useful for you then all I can say is well thanks a lot Jesus could something be less useful many times that is how we feel we feel like I've had enough. Because we are people. But in spite of this, God is at work. Because he is preparing us for heaven and he is shaping us. Az ige azt mondja, hogy, hogy minden a javukra van azoknak, akik Isten szeretik. The word tells us that it it all works out for the best of those that love God. Ez is ez is ilyen vers, amit így nem akarsz hallani, amikor benne vagy. This is also a verse we don't like to hear when we are in the midst of it all. Ilyen csőlátásunk van, amikor nagyon nehéz. When things are very difficult, we tend to only have a very limited view of things. Abszolút nem segít, ha valaki azt mondja, hogy figyelj, minden a javadra lesz, Sanyi. It never helps when somebody then comes up to me and says, it will all work out for Igaz? you. Az, good. Úgy vagy vele, jó, köszi, csak gyere majd egy You just év kind of morda. go, okay, great, thanks, just like come and sit with me. De a Biblia mondja, hogy ez így van. But the Bible nevertheless tells us that this is so. Mindegy, hogy mit gondolok. It doesn't matter what I think about it. And I'm so glad that God doesn't get upset with me when I get upset with Him. But instead, He says, It's all for your best. Regardless or whatever path you may be on right now, you are in there in that situation because God loves you. And he is waiting because he loves. Es And, kezében, and meanwhile, he has the whole situation under control. He's holding it all in his hand. Don't fear. Romans 8:28. 28. 8, 28. Pedig tudjuk, hogy akik szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akik elhatározása szerint elhívott. Mi? This is us. Olvassuk tovább a János 16. verstől. Let's Tamás, akit ikernek neveztek, ezt mondta a tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor azután Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel volt, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus elébe ment, lehet, hogy, igen, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, az Istentől megadja neked az Isten. Rohan, martha. so martha was running to jesus. Gondolja, Jézus, in her mind, jesus was late. jesus, if you had been here, so it's almost like she's rebuking jesus. if you truly loved us, ha, ha, ha volna időben, ha volna rám, tényleg. if you had truly thought about us, if you had gotten here in time, akkor nem így lett volna vége. then these things wouldn't have ended this way. Látod, az ő fejében már lepörgött a film. Ennek see, már vége van. Mind, Esély nincs. She had the whole film play out. She didn't see any chance. És hogyha Jézus egy egyszerű ember lenne, akkor így is lenne. And if Jesus were a simple man, then that would be true. Tökéletesen bezárultak az emberi lehetőségek. Human possibilities were all gone. Sőt, már vallásos lehetőségek Even is bezárultak really négy nap. nap because it had been four days. Véletlenül se tud visszamenni a lelke. There's no chance for his soul to go back. Erre nincs, nincs példa. Uh, there has been no examples of that. Valószínű, mind, uh, harag, meg keserűség is volt a hangjában Mártának. It's, it's possible that there was some bitterness and some anger in Martha's voice as well. Legalábbis kivolt volt ábrándulva Jézusból. Or at least she was disappointed in Jesus. Hol voltál? Where were you? Mi, nem jöttél? Why didn't you come? csalódott. She was disappointed. Feladta. She gave up. Akkor itt megtanulunk megint valamit, hogy miért várt Jézus. Uh, and what we learn here is why Jesus waited. Mert látod azért mégis azt mondja, de hiszem, hogy ha kérsz valamit az Istentől, az megadja neked. Because we see that at the end, Martha still adds though, but even now I know that whatever you ask of God, He a will A csalódottsága you. ellenére már azon a ponton van, hogy de, de hiszek. In spite of her disappointment, she still believed. Is a and this, in order for this to happen in her heart, the waiting had to happen. She had to become disappointed. És ne azért and Jesus didn't want her to believe in him because he always does exactly what she wants and he jumps and he's right there. Ellenére higgyen, hogy néha nem azt csinálja, amit but he kért. wanted her to believe in spite of the fact that sometimes Jesus doesn't do things the way we expect him to. Fontos ez a A lecke az az, hogy Jézus nagyon szereti őket. De nem azért jött elsősorban, hogy az életük a földön kényelmes legyen. But he did not come primarily in order for their lives here on earth to be comfortable. Hanem hogy sokan megtanulják, hogy Jézus a feltámadás és az élet és örök életük legyen a mennybe. But he came so that many would know that Jesus is the resurrection and the life, and that all these many people would have eternal life in heaven. And he came in order for them to be able to truly raise up and live with him, truly live. Let's read on from verse 23. Jézus Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszede ezt? Márta így felelt, igen, uram, én. Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének Máriának, mester, a mester itt van, és hív Téged. És Mária is jött, és ugyanezekkel a szavakkal falhoz állította Jézust. Nézd az újabb nagy kijelentést Jézustól önmagáról! And this is uh, there is a a new great revelation of Jesus about himself. Իմ vagyok a feltámadás és az élet. He says I am the resurrection and the life. Én vagyok. I am this me the én this person. son. Én vagyok az élet halál ura én. I am the Lord of life and death. Marta először nem nincs képbe. Martha didn't get it at first. Oh, persze, tanultuk a suliban, majd föltámadunk, jön majd yeah, az a nap, ő Nem, nem érted, Márta, én vagyok itt, veled beszélek, no, én Martha, vagyok az. Feltámad a testvéred. Your brother is going to rise. Mert én vagyok az. It is me. Én vagyok az a hatalom. I am that power. Aki itt veled beszélek beszélek. I am the person who is here talking to you. Sőt, azt mondja, aki, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. And he says here, he who believes in me, though he may die, he shall live. Martha, a filmnek nincs vége. Martha, the, the movie is not over yet. Emberileg vége volt. From a human perspective, it is. Előtte, but resurrection himself <laughs> was standing in front em? of her. That's amazing. Humanly, it was over. Of course, we buried him, and, and um, yeah, he's buried. Milyen jó dolgot tanulunk itt Jézusról. What a great thing we learn here about Jesus. Ő neki nincs lehetetlen. There is nothing impossible for him. Nincs olyan, ami lehetetlen. There is no such thing. És ez jó. And it's good. Ez mozdítsa meg a hitedet. This should really move your faith. Néha erre van szükségünk. This is what we need sometimes. Hogy tudjad, hogy a feltámadás és az élet benne lakik a szívedbe. We need to know that the resurrection and the life lives in your heart. 33. Verstől. Let's read on from verse 33. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült a lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg, Jézus könnyekre fakadt. A legrövidebb vers a Bibliában azt mondják. A zsidók azt mondták, Éme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vaknak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam ennek, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig fe, felemelte a tekintetét, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldél engem. Miután ezt mondta hangosan kiáltott, lázár jöjj ki. És kijött a halott lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus így szólt: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne, azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Megtörténik a lehetetlen ebben a történetben. So the impossible happens here in this story. Jézus egy négy napos oszló tetemet

There and then that day many believed in him because of this. Biztosan, biztosan imádkoztál már így, hogy, hogy Uram, mutasd meg a dicsőségednek a nácságát bennem és rajtam keresztül. I'm sure that you have already asked the Lord to reveal his glory in you and through you. És, és voltál már úgy, hogy bár ne imádkoztad volna ezt. And many times you probably thought I wish I hadn't prayed that. Uram, használj engem mások életébe erőteljesen. Lord, use me in the lives of others in a powerful way. Hogy, hogy megtérjenek és megismerjék az örök életet. Use me so that they would get saved and they would find out about eternal life. Hadd lássák a csodáidat bennem. May they see your miracles in me. Megérthetjük ebből a részből, hogy, hogy Jézus meg fogja tenni, amit kérünk tőle. From this passage we can understand that Jesus is going to do what we are asking of him. De legtöbbször nem úgy, mi szeretnénk vagy elképzeltük. But many times he won't do it the way we would have liked him to or the way we imagined him. Mert én sokszor úgy képzelem, hogy Jézus így áldj meg, meg bőség. Nem? And many times, you know, I, the way I imagine things is, Jesus, would you bless me? Would everything be right there? Legyenek nyitott kapuk, zöld lámpák. Open gates, green lights Hadlássák everywhere. lássák az emberek, hogy mennyire megáldasz engem. May people see how much you bless me. Hadd az emberek, hogy az életembe vagy. May people see that you are in my life. De mennyire nagyon nem így van. <laughs> but so often this is not what happens. Sometimes I feel like when people look at my life, they probably ask the question, "Really, God is in this guy's right? <laughs> life?" Because sometimes I feel like the stories around me—they're just killing me. És persze Isten megáld, meg ad jó dolgokat. And yes, God blesses me and he gives good things. Nem kell egyáltalán sajnálni. You don't have to feel sorry for me at all. De, de látom, hogy bizonyos helyzetekben hagyja, hogy halljak bele. But in certain situations I feel like he lets me die a little in that situation. Mert imádkoztam, hogy Isten legyen hatással az életemen keresztül másokra. And it's because I had prayed that God would use my life to reach others. És ő ezt csinálja. Remélem. I hope. Remélem. I really hope. De azt hiszem, hogy ezt csinálja. But I think that is what he's doing. Vannak dolgok az életedben, hogy nem értesz, hogy miért van. Are there things in your life that you don't understand why they are that way? Hisz én te megtette minden, odasánta az életedet. Because you feel like you had done everything, you had given your life. És persze nem vagy tökéletes, de de Jézus meghalt érte. You're not perfect, but Jesus died for you. Ot vagy és teszed a dolgodat és 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 szereted az urat és jársz a gyűlibe. You are there doing your thing and you love the Lord and you go to church. És mégis belehals helyzetekbe. And still in certain situations. you die a little. Even though you have already repented of everything you could think of, some of them multiple times. De ott ezek a dolgok, a but nehézsége. these things, these difficulties still remain. Hiszem, kell I think we need humility to accept such things. Mert a nagy because the big picture I see here is hogy Jézus hogy Lázár és the, that Jesus allowed for Lazarus to suffer and to die. He allowed him to fight this fight with death. Nem, nem a nem meg a, a Jesus did not rush to Lazarus' help, he didn't relieve his suffering. vár, vár még, várt még belehalt ebbe az egészbe. He waited until Lazarus died of this. Azért, hogy sokan megtérjenek. And he waited in order that many might believe. És aztán megy, és hogy hatalmas csodát tesz. And then Jesus went and did a huge miracle. És használja Lázárt. And he used Lazarus. Hogy sokan életre keljenek. For many to come to life. Ez, ez, egy, ez a nagy kép. That is the big picture here. And you know, God doesn't always do this. I don't want to discourage anyone. No, Lord, please, no. This, it doesn't always happen this way. But this also happens.

Életre kelljenek rájuk keresztül. In order that those who are spiritually dead could come to life through us. Men néz minket a világ. Because the world is watching us. Ne gondold, hogy téged nem néznek. Don't think that you are not being Figyelnek rád. They are watching you. Te a keresztény, hogy fogsz viselkedni? They are watching how you, as the Christian, are going to act in a situation. Látják a hibáidat is, ne lepődj meg. Ne gondold, hogy nem látják. They see your faults as well. Don't think that they don't és ezért meg tudják látni Isten kegyelmét benned. But that is why they are able to see God's grace in your life. Jézus, Lázár hitte Jézusban? Did Lazarus believe in Jesus? Szerintem igen. I think so. Jézus szerette Lázár. Did Jesus love Lazarus? Persze, odavan írva. Of course, we read about that. Jézus használta Lázárnak az életét. Did Jesus use the life of Lazarus? Hogy sokan higgyenek benne? For That so that many might believe in him? Igen. Yes. Nem úgy, ahogy gondolta szerintem. But I think it wasn't the way would have és hála him Istennek to use ez it. egy happy end, a végénnek a történet. És hála Istennek ez egy happy end, a végénnek a Mert Lazár visszajött és nem kell róla semmit tudni, csak hogy ő egyébként van, és az már bizonyság. Because Lazarus came back to life and there isn't much else we need to know about him other than the fact that he is. De a Bibliában látsz, látsz más történeteket is, aminek nem ez a vége. But we see other stories in the Bible which don't end like this. Biztos tudjátok Istvánt és az ő mártír halálát. I'm sure you all have read about Stephen and his martyr's death. Az apostolok cselekedeteiben őt látod, ahogy bizonságot tesz és megölik. In the book of Acts we read about him testifying of Jesus and then being killed for his faith. Isten nem avatkozik bele. God did not intervene csak ott van és nézi ezt az egészet. But he was there and he this De ott volt még valaki, aki figyelt. But there was somebody else who was watching. Egy ruhatáros egyébként. Somebody who was a person in charge of coats. So Úgy hívták, hogy Saul. His name was Saul. Ő figyeli az egészet. He watched this whole execution. A bizonságtételt. He watched Stephen's testimony. Ahogy megölik Istvánt. The way he was killed. És, és hiszem azt, hogy Saul, azaz Pál, And I ra, believe that Saul, or Paul, as we later read about him, ez az egész pára nagy hatással volt. Was deeply impacted by what he saw that day hozzájárult a megtéréséhez. That this was instrumental in him getting saved. Sőt, Pálnak a beszédeiben, az apostolok cselekedeteiben visszatükröződik István beszéde. And as we read some of the speeches Paul gave later on in Acts, we uh, see kind of elements of Stephen's testimony here. A kérdés az itt nekünk, hogy igen, lehet, hogy te is úgy érzed, hogy éppen halsz bele valamibe. Maybe you are currently feeling like you are dying a little bit in whatever it is you are in. Sőt, tudom, hogy vannak, akik testileg ebbe szenvednek. And I most. know that some of you are physically suffering right now. Ez a történet itt mutat valamit nekünk. But this story here reveals something to us. Isten nem csinál semmit fölöslegesen. And that is that God doesn't do anything without a purpose. És, és csak kérdezz meg, hogy te kiért haldokolsz éppen. And you need to ask God who it is that you are dying for right now. Who is it around you who has to see you go through this? Maybe it will be the next Paul the Apostle. Jó gondolat ez, nem? What a great thought. Jó gondolat. It's a great thought. Jesus what is with you. Jesus knows very well where you are and what's going on. Do not forget that He's holding you in the palm of His hands and that He has every tear of yours counted. He knows exactly what's going on. És tényleg nem mindig így munkálkodik Isten. And he does not always work this way. De néha megteszi és megpróbálja a hitünket ilyen nehéz módokon. But De közben ő uralkodik. És ne felejtsd el, hogy ő feltámasztotta Lázárt. And do Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát nekünk biztos nem fog sikerülni. We Amilyen az én életem, nekem tuti a meghalás jön. The way my life is, I'm sure death is what's Én mindig így gondolkozok. That's how I always think. Ez az én formám. Tudod. This is who I am after all. Nemrég vettem egy eh, mi az egy parfümöt. I recently bought a perfume. Gyors váltás volt mi? Big switch, right? Subject. És, eh, és, és nem volt rajta a nyomó. And I opened it, and the little thing you need to push down wasn't on the bottle. That's <coughs> the kind of stuff that happens to me, just Télek. so you know. Really. I wasn't even really that surprised. <coughs>

Jézus a feltámadás és az élet. Jesus is the resurrection and the life. És az utolsó igerészem, és ezzel szeretnének utatokra and bocsátani bennetek. And the last bennetek. verse, uh, what we will, which we will look at right now, and I would like to close with this. Második korintusi levél. In second Corinthians. Első rész. Chapter one. Harmadik verstől. Uh, starting from verse three. Áldott az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztus atya, az írgalom atya és minden vígasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedésében, Krisztus által olyan bőséges, ami vígasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, az a ti van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk testvéreink, hogy ne, tudját, ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halára azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkor a halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Nem ja, Oké, okay, persze. Olyan bátorító ez az igerész. Such an encouraging passage. Nehéz, de bátorító. It is difficult, but it is encouraging. És ne felejtsd el, hogy, hogy a feltámadás és az élet az benned él. And do not forget that the one who is the resurrection and the life <laughs> lives in you. Nem csak majd lesz valahol, ő itt van most. It's not just that someday, somewhere, he will be there. No, he's here now. And even today, Jesus desires to reach those who are still spiritually dead. He wants that to raise them to life. Ez ma is egy fontos üzenet számunkra. This is an for us today as well. És csak mielőtt imádkoznék. And before I pray, Tudjátok, amikor ti adakoztok, annak a nagy részét arra szánjuk, hogy a lelkileg halottakat elérjük. I want to tell you that, uh, with whatever you donate to the church, most of that is used for us to reach those who are spiritually dead. Hála Istennek egy olyan be, járunk, ami mm. nagy hangsúlyt fektet elre Thankfully, we have a church which puts a great emphasis on this. Ha Isten erre ebben is vezet téged, hogy adakoz, meg tudod majd tenni, és mi erre fogjuk használni ezt. And if, if God leads you to give, you need to know that this is what we will use the money for. Megteheted ott az adakozó dobozoknál. You can do that at the donation box. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy szükség szükséged van ma imára. And maybe today you need prayer. Hogy, hogy megerősödj abban a helyzetben, amibe vagy. You need to be strengthened in the situation you found yourself in. Akkor mi itt leszünk néhányan és szeretnénk veletek imádkozni. I want you to know that we will be here a few of us and we are glad and happy to pray for you. Azért, hogy aztán mehes és te is újra elérhess lelkileg halottakat. De most imádkozzunk. But let's pray now. Atyám, köszönjük neked ezt a mai üzenetet. Father, we thank you for this message today. Köszönjük, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy bennünk élsz. Thank you that you live in us. és Uram megvajuk, hogy nagyon nehéz, amikor megpróbász minket. And Lord, we confess that it is very difficult when you try us. és és Uram most szeretnék azokért imádkozni, akik itt vannak és épp egy ilyen próbában vannak. And Lord, I want to lift up to you those who are here right now and who are going through just such a trial. vagy vagy néznek minket az interneten egy ilyen nehéz dologban or van. or they van. are watching us online and they're going through something very difficult. aha, 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 búzgó könyörgésén. Father, we pray together because we believe that there is power in the prayer of the, the um, spiritual ones. Uram, adj nekik erőt. Father, give them strength. Kérlek szentlélek, hogy töltsd be őket és adj extra erőt nekik. Holy Spirit, may you fill them and may you give them extra strength. Elhordozni mindazt, amiben most benne vannak. To, to bear all that they are involved in. És imádkozunk, hogy hozd gyógyulást nekik. And we pray that you would bring them healing. And we ask that everything that they are going through would deeply and powerfully affect those around them. And thank you, Jesus, that sometimes you do try us. We don't like it, De but we thank you.

Hát az Úr áldjon benneteket. May the Lord bless you. És remélem, szerdán jöttök, Madarász Isti fog nekünk tanítani. And hope to see you on Wednesday. Isti Madarász will be our teacher. Józsué negyedik része lesz. We'll be in Joshua chapter 4. Úgyhogy várunk benneteket nagy szeretettel. So please come if you can. Sziasztok!